A kormány a saját halottjának tekinti Andy Vajnát, ezért a temetéséről is gondoskodik. Az előzetes híresztelésekkel ellentétben Andy Vajnát mégsem Los Angelesben helyezik végső nyugalomra. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón bejelentette, hogy a kormány a saját halottjának tekinti a vasárnap virradóra elhunyt Andy Vajnát, aki tevékenységével jelentős mértékben járult hozzá a magyar filmipar világban való elismeréséhez, ezért a temetéséről is gondoskodik. A kormány biztos végső nyughelye Budapesten. A Fiumei úti temetőben lesz, tudatta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A Borszerdán még azt írta, elképzelhető, hogy Andy Vajnát Los Angelesben temetik el, hogy fiatalon elhunyt fia és szülei mellett nyugodhasson. A lap azért is tartotta kézenfekvőnek ezt a lehetőséget, mert özvegye, Vecna Tímea az elmúlt években sok időt töltött az Egyesült Államokban, hogy megszerezze az amerikai állampolgárságot. Ha Amerikában képzeli el a jövőjét, a sírt is könnyebben látogathatta volna. A HVG. Hú, tegnap még szintén azt tartotta valószínűnek, hogy Vajnát Los Angelesben temetik el, és Magyarországon csak a búcsúztatóját tartják. Ma délelőtt az is kiderült, hogy Bakai Mátyás lett Andy Vajna helyett a Rádió Egyet működtető társaság és a reklámidő értékesítéssel foglalkozó Media Time Kft. Ügyvezetője ezt utóbbi társaság közölte csütörtökön az MTI-vel. A személyi változás bejegyzését már kezdeményezték a cégbíróságon. Bakai Mátyás korábban a jelenleg közel 40 frekvencián hallható adó létrehozását és építését vezette. A több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember az eddigi sikeres és tapasztalt csapattal folytatja a munkát, olvasható a közleményben.